Sziasztok, Rikári vloggal jelentkezem. Itt vagyunk a Budai Várban, és egy kicsit körbetekintőzni fogunk, és egy kicsit ilyen spontánnak leszünk, mert hogy itt a Budai Replika negyedet fogjuk körbetekinteni, és hát körül fogunk nézni most, mivel úgy végeztem a munkából, hogy már sötétben vagyunk, ezért döntöttem e helyszín mellett, hogy itt azért úgy van némi kivilágítás, úgyhogy itt tudunk körbetekintőzni. És akkor kezdjük is azzal, hogy hát ugye mögöttem láthattátok a Mátyás templomot és a Galász bástyát. Most itt a kamera nézet váltás után már nem fogom rángatni a kamerát. Ha már itt vagyunk, akkor vegyük fel a 16-os autóbuszt. Ugye MIDI autóbuszok közlekednek, ezek mennek végig a váron. Azt hiszem talán Karsan volt, de nem vagyok benne biztos. És akkor nézzünk le a városra, kicsit így lenézhetünk a városra, és lenézhetünk egy kicsit Belpestre, innen a várból, és láthatjuk az országos nagy cirkuszt is, a túlsó oldalon impozáns épület, ugye ott is majd egyszer lehet körbetekintőzni, és egyébként nagyon remélem, hogy látjátok ezt a videót, ugyanis ha látjátok, az azt jelenti, hogy kikísérleteztem, hogy tudok szélzajban mikrofonnal videózni, és mert ellenkező esetben nem kerül fel a videó, vagy csak majd ilyen nagyon elkötelezett nézőknek közzéteszem, mondjuk tagoknak, vagy ilyesminek, de remélem, hogy mindenki láthatja a videót, és akkor itt már látszódnak a nagy építkezések. Ugye itt a sok vitát kiváltó építkezésekről van szó a Budai Várban. Én most ebben nem fogok állást foglalni, hanem egyszerűen végigmegyek, és rá fogok csodálkozni ezekre az építkezésekre, már amennyire ez csodát jelent az én olvasatomban. Hát itt ugye az emeletes építkezési konténerek ugye szűk helyen így tudják megoldani a mindenféle irodákat és öltözőket. Ezt nem, egyébként most így ránézésre nem is tudom megmondani, hogy melyik replika, melyik nem, és nem is ez a lényeg, hogy most mindegyik épületnek a történetével, egyesével foglalkozzunk, megmondom őszintén, hogy nem volt időm felkészülni, meg még azt se tudtuk, amikor elindultunk a munkahelyről, hogy merre fogunk jönni, de aztán mivel ránk sötétedett, mint ahogy említettem, ugye a vár mellett döntöttünk, de ugye nem a szokásos turista útvonalat fogjuk bejárni, hanem kifejezetten ezt a replika város történetet. Ugye erről már biztos hallottatok, óriási viták vannak az építés szakmában is, és ugye politikai vitákat is kavar a dolog. Általában kiki a politikai nézetei szerint ítéli meg ezt a kérdést, és sok videó is felkerült már erről különböző oldalról, és érdekes, mert olyan is volt, hogy az elkészült ilyen replika épületekről külföldieket kérdeztek meg, nem is tudom, hogy az indexesek vagy a telexesek, erre már nem emlékszem, és hát volt, akinek tetszett, és feltették a kérdést, hogy és ön szerint ez mikor épült, és akkor mondta ki az 1800-as évekbeli dátumokat, és akkor közölték velük, hogy hát sajnos nem találták el, mert hogy 2010 meg 20 valahányban. Úgyhogy ezt a replika város témát fogjuk most itt megnézni, és tényleg csak az ilyen szubjektív benyomásokat, nem pedig a részletes ismertetést. Egyébként nagyon itt az építkezést körülvevő falakon nagyon részletes ismertetők vannak látványtervekkel és régi fotókkal, úgyhogy ezt is érdemes lenne egyszer végigolvasgatni, de hát ugye nem ilyen sötétben, azért az én vaksi szemeimmel ez így annyira nem működik. És akkor itt van az egyik állomása ennek a dolognak, és itt tőlünk balra, ez ahol már a
Úgy látom, hogy a kupola is épül, hát nem tudom, hogy mennyire látszik. Ugye ez az épület évtizedeken keresztül, ugye a második világháborúban lebombázták, és gyakorlatilag a földszintje megvolt romként, és itt mindig néztük a buszból, ahogy jöttünk föl a várba, hogy mi lehetett ez, és mi lesz itt, és mikor lesz itt valami értelmes dolog. Hát most ugye újjáépül. Egyébként ennek a legvitatottabb része a ezeknek a replikázásoknak, hogy nem is igazi replikák, tehát nem is mindegyik igazi replika, mert nem egy korabeli állapotot építenek újra, hanem van olyan is, ami csak a tervasztalon létezett. Egyébként volt egy ilyen kiállítás tavaly, nem tudom, hogy van-e még, ha van, akkor el szeretnék rá menni majd, hogy sosem volt Budapest, ahol olyan projekteket mutattak be, amelyek ugye soha nem valósultak meg, mint például a Madách-sugárút, ugye a 7. kerületen keresztül, ahol most a Gosdú udvar van, és csak egy része járható be, és csak gyalogosan, ilyen kis zegzugos dolog. Szerintem sokkal barátságosabb, mintha sugárút épült volna. Kicsit nézzünk be ide a dísztérre. Hát most ugye ezekkel az építkezési kordonokkal nem olyan díszes, de azért hangulatos a budai vár, ezt meg kell hagyni. Én szeretem, de egyébként más várakban sokkal gyakrabban járok, annak ellenére, hogy ide gyakorlatilag 10 perc alatt a melóhelyemtől föl tudok jutni. És akkor közben felvesszük az autóbuszt is. Most itt jön egy 16A, egyébként ennek itt van a végállomása, ez nem is tudom, de ez ott fog fordulni. Ez nem jön el idáig, ott van a végállomása, szerintem ott leszállít, és meg fog fordulni. Nem akarok zoomolni itt sötétben, mert hogy ugye az nagyon szétesik tőle a kép, úgyhogy csak így messziről nézzük meg az autóbusz. Ez most ugye nem egy közlekedési témájú videó, hanem tényleg így a várnak a vár arculatának és a képének, a városképnek a megváltozását szeretném bemutatni. Ugye ott szemben látszik is a toronydaru, és ennek az épületnek a sarkán egyébként majd mindjárt mutatok valamit, tehát ott nagyon fog látszódni ez a replikázás, mert hogy ugye nem a korabeli épület építőanyagokból, hanem természetesen korszerű épületként építik újjá ezeket, és itt talán látszik is az, hogy ezek tulajdonképpen ilyen vasbeton szerkezetek, de hát ugye fel lesz díszítve a korabeli terveknek és a korabeli kinézetnek megfelelő díszekkel. Úgyhogy érdekes ez a dolog. Én egyébként a ti véleményetekre is kíváncsi vagyok, hogy ti mit szóltok ehhez a replikázáshoz. Lekamerázzuk a kamerával megfigyelt területet. Szóval kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, hogy mit szóltok ehhez a replikázáshoz, mert hogy ez ugye magát az építész szakmát is nagyon megosztja ez a történet. Na, oda nézzetek, a toronydalum még a kivilágítva rajta van, hogy magyar építő, és közben meg ne tegyem bele a kamerába az ujjamat, mert az nem túl szerencsés. És akkor itt elhaladunk a budavári palota és a Sikló felé. Ez kinek a szobra? Itt van egy kollégám elkísért, akit már láthattatok videóban, de most ő nem szeretne szerepelni. Úgyhogy... De azért segíthetsz, hogy elolvasni a szobornak a feliratát. Mert ugye most tényleg ez egy ilyen spontán dolog. Kivonja a kardját. Hát addig fölveszünk a 216-os buszt. Ugye a közlekedési témát szeretitek. Itt a cukrászda előtt van a 216-os körjáratos járatnak a kvázi végállomása. Vajon azonnal indul, vagy van neki egy kis tartózkodása? Még
amikor ott szállnak föl az utasok, és aztán kiderül, záródnak az ajtók, már kim van az irányjelző, úgyhogy indul az autóbusz. Elmaradhatatlan része a Rikári videónak ugye a közlekedési téma. És hát akkor a szobornak a szoborról nem sikerült többet megtudni. Itt a huszárezred. De milyen huszárezred? Tehát huszárezred 300. évfordulójára. Majd jövünk világosba, és kis részletekben fogunk itt is járkálni, és jobban felkészülve, hiszen egy egész budai várból felkészülni azért nehezebb. Nyilván a alaptörténelmi dolgokat ti is tudjátok, a 150 éves török uralmat és az egyéb dolgokat, meg úgy a főbb nevezetességeket ugye mindenki tudja, de inkább ugye a magukat, a Rikári videókat ugye az apróbb érdekességekre szeretem kihegyezni, úgyhogy ezek pedig sok felkészülést igényelnek, úgyhogy fogunk még a várba jönni. Itt kordonok közé vagyunk szorítva, nem lehet csak úgy korzózni, hiszen itt óriási építési területek vannak. Ugye, hogy is van? Az a karmelita, igaz? Na hát akkor közelebb megyünk, és akkor úgy, hogy jobban tudjunk videózni, mindjárt megnézzük a Sanyi palotát, meg a karmelitát. Na, rendőrségi autó védi a helyet, ugye nem lehet itt csak úgy korzózni. És akkor ott van a karmelita, integessetek Orbán Viktornak. És ugye ott pedig a Sándor palota, az meg a elnök asszonynak a úgymond rezidenciája és munkahelye. Egyébként ugye a Sándor Móricz gróf nevéhez fűződik, és olyan sztorik vannak róla, hogy egy ilyen nagyon, nagyon ilyen kis bohém illető volt, és imádott lovagolni meg kocsizni, és állítólag olyan dolgokat csinált, hogy neki kocsizott másoknak, és akkor így bemondta, hogy accident, meg állítólag a Sándor palota erkélyéről leugratott lóval, de ez nem tudom, hogy igaz-e. És akkor most nézzük, látjátok itt a replikázásnak a valódi arcát, hogy nagyon szépen látszik, hogy gyakorlatilag rendes mai betonépületek ezek, de majd fel lesznek díszítve az adott korabeli stílusban, ugye gyakorlatilag ilyen 19. századi vagy még korábbi stílusban, ha jól látom, akkor ez az épület, ugye? Vagy nem ez az? Hát ha beállok elé, akkor úgy nem fog látszódni. Hát ezt most még innen nem lehet megmondani, de szerintem nem ez az, mondjuk ez a... Nem ez az. De ezt most még innen most még nagyon nehéz megmondani, úgyhogy, mert ugye ezeken a tablókon, ugye az egész program rajta van, egyébként ugye nemzeti Hausmann programként megy ez a dolog, és ami már egyszer cringe-eltünk, hogy a várkapitányságnak hívják itt a hát ezeknek a beruházója is, meg ezeket az állami épületeket kezelő dolgokat. Hát ez is ugye nagyon megy a jelenlegi hatalmon lévő társaságnak ez a retrózás, de ez a mostani retrózás, nem ez a 10-20 éves, hanem a meg 30-40, hanem a ugye a több száz éves dolgokra való visszatekintés itt a vármegyékkel, meg várkapitánysággal, meg egyebekkel. De hát ez van. És akkor haladjunk tovább. Innen is ránézünk így a épülő replikára. Az a
baj, mondom, hogy mindegyik épületnél ugyanaz a tablósor van, és így számomra nem derül ki, hogy melyik melyik, és mondom, így előre nem készültem belőle. Na hát akkor haladjunk tovább a Sikló és a Budavári palota felé. Oda nézzetek, milyen történelmi kinézetű zászlósor van ott fönn. Hát most erre majd lehet, hogy rá fogok egy kicsit közelíteni. Nem tudom, hogy van ott még Árpád sávos is, ugye? Amin szintén nagyon nagy politikai viták szoktak folyni, hogy az akkor most mennyire a magyarságot és mennyire a szélső jobbot képviseli. Hát most sajnos pont most áll el a szél, amikor a zászlókat akartuk megnézni. Úgyhogy egészen idáig fújt a szél. Na nézzük csak. Az pont az Árpád sávos. És ott akkor más történelmi zászló is van, de hát... Hát annyira nem erős a szél, hogy most ezt úgy rendesen meg tudjuk nézni. Hát aztán ez itt, ez az épület, pedig ez az épületszárny, ez már, ez be van itt teljesen hálózva. Ott is rajta van a Nemzeti Hausmann program felirat. De hát akkor haladjunk el a Sikló felé, és megpróbálunk egy Siklót spottingolni. És akkor körbejárjuk ezt az épületet is, mert szerintem idáig fog tartani ez a videó, eddig a pontig. Megpróbáljuk lespottingolni a Siklót. Budavári palotának a kapuja, és akkor ez meg egy ilyen oldalsó épület szárnya. Itt még olyanok is felmerültek, hogy a Széchenyi könyvtárat ki akarják költöztetni, meg ilyen dolgok, nem tudom, hogy ez mennyire valósul meg. Tényleg itt egyébként meddig van elkordonozva itt a Sándor palota előtti rész, végül is itt el lehet sétálni. Elvileg egészen a Karmelita széléig, de én most nem akarok elsétálni. Hogy elsétáljunk? Hát igazából majd, ha föl leszek készülve a Karmelitából, meg a Sándor palotából, akkor majd elsétálok. Egyébként szép, ez nem replika, ha jól tudom, ugye? Ezt még a első Orbán kormány idejében állították helyre. Egyébként szép lett, tehát ezt azért hozzá kell tenni. És akkor itt a balra látjuk a Siklónak az épületét. Egyet jó drága a jegy a Siklóra, de hát nyilván egyszer-egyszer megéri, és kereslet az meg van rá, mert időnként szokott állni előtte a sor. Itt láthatjátok, hogy föl van írva, hogy Nemzeti Hausmann program, és ugye a hálón pedig az épületnek a leendő homlokzata, kinézete látható. És ez meg sokak számára ismerős lehet, hogy a Budavári palotának a régi kinézete. Hát ez inkább felújítás, mint átépítés. Ez már nem része a replika városnak. Ez ugye régen is így nézett ki. Úgyhogy itt ez már eredeti, ez már itt nem replika. Egyébként nem tudom, emlékeztek-e, idősebbek emlékezhetnek rá, amikor a Sikló nem üzemelt, ugye a II. Világháborúban megsérült a Sikló, és egészen 1986-ig nem közlekedett, tehát 40 éven keresztül, 41 éven keresztül szünetelt a forgalom, és akkor egy V jelzésű busz
közlekedett ide a várba, és ez itt ezen az oldalon valahol itt a Budavári Palota előtt volt a végállomás, ilyen kis, hát ma midibusznak mondanánk, ugye az IFA motoros 211-esek közlekedtek rajta, nem tudom, hogy azok is IFA motorosok voltak, de jellemzően az a típus ugye IFA motorral járt. És akkor hát itt a szökőkút az nem szökik. És akkor lenézünk egy kicsit itt Belpestre, meg a Dunára. Ugye balra a Bazilika, itt a Lánchíd, és akkor kicsit itt a szállodasor kitakarja ugye a Budapest áj, ez az óriás kerék. És hát tulajdonképpen onnan jöttünk. És hát így néz ki sötétben a panoráma, azért szerintem nem rossz, érdemes néha felsétálni. Én egyébként nagyon régen voltam fent, talán utoljára akkor voltam fenn a várban, most leszámítva, amikor egyszer körbetekintőztem ott a Mátyás templom mögötti részen, valamikor, amikor színházba mentem, és ugye már nem mentem haza előtte, meló után. De egyébként így komolyabban így a várba sétálni talán, amikor a Nikont megvettem, akkor voltam utoljára. Úgyhogy azért az már nem ma volt. De egyébként csajokat is fölhozhattok, mert szép a kilátás, meg ilyenek, úgyhogy érdemes följönni, főleg annak, aki itt lakik a városban, és nem óckodik annyira mondjuk Budától, meg a belvárostól, mint mondjuk Bence. Úgyhogy Bence, te is fölhozhatnád ide a csajokat, mert ezzel el lehet őket varázsolni vele. Mert szerintem szép. Ja, egyébként a Sándor Palotának itt ez az erkélye az ott szembe, ezen a homlokzaton, ahonnan állítólag Sándor Móricz leugratott lóval, de hát ezt nem tudom, azért ez elég magas. Tehát én szerintem ez inkább ilyen városi legenda, mint valóság, mert hogy a ló, ha a gróf még meg is úszta volna, de ugye a lónak kitörhetett a lába egy ekkora ugrástól, szerintem ekkorát nem bírnak ki a pacik. És akkor nézzük meg itt a siklót, és ezzel le is zárjuk a történetet majd. Ugye benn áll a kocsi, az egyik. Ugye természetesen, mint minden ilyen sikló, vasút ugye párban közlekednek. Te üzemel ez egyáltalán, vagy most éppen nem jár? Olyan nagy kihaltság van itt. Sötét is van a kocsikban, lehet, hogy ma nem is üzemel. Milyen nap van? Ma csütörtök. A felvétel napja csütörtökön van. Szerintem itt most üzemszünet van, mert nagyon nagy a kihaltság. Ugye ott a gépház. Régen lent volt a gépház eredetileg, ha jól tudom. És akkor a kocsit megnéztük, és akkor most lenézünk ide a pályájájájára is. Ha odaférünk a kilátáshoz, mert itt még ilyenkor, szezonon kívüli időben is nagy az érdeklődés itt a panoráma iránt, amin én amúgy nem csodálkozom. Innen is megnézzük a Lánchidat, most sajnos nincs olyan komoly díszkivilágítása, mint ünnepekkor, hogy piros, fehér, zöld, meg ilyenek. Ugye alul a Clark Ádám tér, nincs vörös csillag a közepén, mint a 80-as években, szerencsére. És ott pedig az országos nagy cirkusz. És akkor megpróbálunk innen a sikló pályájájájájára is lenézni. És akkor utána szerintem el fogok búcsúzni. Én úgy láttam, hogy üzemszünet van. Te is úgy látod? Vannak utasok? Akkor csak kicsi a forgalom most éppen. Akkor nincs üzemszünet. Na, hát itten a látképpel, így a Lánchidas Dunás látkép az ilyen igazi híradós történet. Úgyhogy ezzel fogok én tőletek elbúcsúzni. Remélem tetszett nektek ez a belbudai, ha Belpestet mondunk, akkor Belbudát is, tényleg ott mennek az utasok. Tehát belbudai replikatúra.
Úgyhogy ha tetszett, akkor tartsatok velem legközelebb is. A vágóasztalomon több videó vár vágásra, de szerintem ez be fogja őket előzni, mert hogy ez a videó ez vágatlan. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy legközelebb is velem tartotok, és immáron 3000-en vagyunk, úgyhogy ezt nagyon köszönöm nektek, de erről egy másik videóban már megemlékeztem. Úgyhogy most búcsúzom, Rikári voltam Budáról, sziasztok, csüssz!